Hát, akárhogy számolom, négy lovunk maradt. Maradt egy kardemu... bocsánat, muruse. Oh. Copa del Mundo, liszteres, és pirike, és a mazsola egyik, a másik színes lett. Hogy ment? Jó, ilyen, semmi baj, éjjre mehetett volna Bence, nyugodtan. Jó. Aha. Hogy ment Sárika? Betonka? Anya, figyeljünk oda, hogy be legyen zárva a nyerges hegy, és a beton kapja meg a dél, és estére is odarak fel ebből a új tábból neki. De! Itt, arrébb mindig. Kettő ló van, négy darab ló van még, ahogy számoltam. Van a kis mazsol a Leilának, neked a Piri, és nekik meg a Lisztedes és a Copa del Mundo. Én más lóról nem tudok, Pali. Ezeket lemosni, a padikba ott a kettő, és majd lehozni a másik kettőt. Jó? Melyiknek? Belebaszott el. Igen, mert mostanában húz, majd rakunk rá. Mostanában húz, úgy menne jobban. Édes kicsikém. Csak nem újult vissza a sínje Dababinának. Nézd oda? Mit nyeregetsz? Lehet növésbe is, meg majd nézd meg a szárcsontot. Mehettek? Majd megnézzük, de nem tűnik úgy, hogy lenne ott valami. Majd megnézzük. Anyus, nagy kör haza lemosni, jöttök Piripóni, Tóbira. Dankus, valakivel fogj össze az önitató kimosásába. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Pali, nagyon-nagyon fontos, mert szerencsétlenek be vannak zárva a boxba. Mindig abból induljunk ki. Mi fogjuk magunkat, azt vedelünk a kinizsibe, vedelünk a golyóba, de szerencsétlen ló nem tud sehol, még pocsolyába se. Leila 21. Áj, jó van, de ér álltott volna a Bence. Ez meg... Jó, önitatókra koncentrál, és a betonka megkapja estére is ott neki, meg délre is, délbe is kapja meg az új vitamint. Vagy mi az Istenet. Jók vagyunk, menjetek!